A rászorulók javára gyűjt ismét Mikulás csomagokat a város Andi Bohóca. Tavaly a segítőivel karöltve 1800 csomagot gyűjtöttek össze, és 27 helyre juttatták el a felajánlott ajándékokat. Ellátogattak sérült gyermekekhez, az idősek otthonába, az anyaotthonba, mozgássérültekhez és állami gondozott gyermekekhez is. Idén ismét bárki csatlakozhat az akcióhoz. Mindenki tudja, hogy mire vágyik egy gyermek, hát hogy az édességre, ugye ilyenkor akkor van nagy szerepe, vagy annak van nagy szerepe az édességnek, amit nagyon-nagyon kérünk, hogy gyümölcsöt ne tegyenek bele, hiszen ugye ezek a csomagok december 10-éig gyűjtünk, és ugye utána fogok az intézményekkel egyeztetni, és akkor kerülnek majd kiszállításra a télapommal, télanyommal, angyalkával, fotóssal, és akkor jó magam, visszük ki nagy szeretettel ezeket a csomagokat. Fehérváron 9, a megyében 34 gyűjtőponton lehet leadni az adományokat. Ezek listáját a Facebook Újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal csoport alapján tekinthetik meg az adományozók. Az állatkórház már évek óta részt vesz a gyűjtésben. Magunk a dolgozók is hoztunk, én magam is hoztam, majd idén is ezt tervezem. Tényleg így minden este láttam, hogy egyre több csomag van benne, úgyhogy így jó volt látni, hogy azért tényleg sokan gondolnak rá, akik így ide jöttek, gyakran járnak ide ugye a Pet Shopba is vásárolni, látják, hogy itt van egy ilyen gyűjtőpont, úgyhogy mikor legközelebb jönnek, biztos hoztak ugyanúgy, úgyhogy ez egy jó dolog volt. Szóbeli információ pedig Andi Bohóctól kérhető, aki a 30-359-89-65-ös telefonszámon fogadja a hívásokat. Az idei Mikulás csomaggyűjtési akció december 10-éig tart.